Jó reggelt mindenkinek! Márkón vagyok, illetve, hogy volt? Csopakon voltam, először kaptam csopakon 3 palettát, itt van, és itt meg kaptam 2, tehát 5 palettát viszek el, és el kell vinni Németországba, Ansfeld, vagy valami ilyesmi, és pontosan nem tudom, de mintha így csengene a neve. Szóval az a lényeg, hogy ilyen vas dolgokat viszek, hát ilyen markológépek, meg nem tudom mik voltak az első helyen. Csopakon onnan lettek fölrakva, csupa vas áru, nem könnyű, ezt kell elrobbantani. Akkor húzzunk Németországba, jó vagytok! Hát úgy látszik, az osztrákok itt Hegyeshalomnál bekeményítettek, mert hogy áll a sor két sávban. Nagyon nagy az érdeklődés, meg az ellenőrzés, tök jó. Gyerekek! 15 perce állok itt, és hát a képen látszik, ennyit kértem előre pár métert. Embertelen, nem tudom, regisztrálják az autókat, az osztrákok, hogy mi a tök van, én nem is értem, komolyan mindjárt vége lennek a szarnak, azt most keményítenek be. Én még így az utóbbi időben nem szaporodtam be itt Hegyeshalomnál, nem is tudom, hogy most ezt, vagy nem tudom mire vélni ezt én most. Most ébredtek fel, vagy mi a tököm? Hello, is it Germany? Az van, azért tolódott fel a sor ennyire, mert hogy csak valamiféle munkavállalási papírral engedik be az embereket, a civileket. Ugye az én papíromat meg ránézett a CMR-re, aztán engedett is tovább. Igazából tényleg a civilek tartják fel a forgalmat, akik átjárnak, illetve a románok, akik mennek Németországba, Ausztriába, de vannak magyarok is, akik ingáznak, ezeket ellenőrzik, illetve osztanak valami papírt is, amit gondolom ki kell tölteniük. Úgyhogy hát ennek mi értelme, azt nagyon nem vágom meg, nem értem, de hát akkor legyen így. Az a lényeg, hogy megúsztuk, átjöttem, túl vagyok rajta, akkor most átszeljük Ausztriát. Ja, még annyi, hogy a szembejövőket, képzeld el, nem tudom milyen rendszámok alapján, de kiterelték egy nagyon nagy parkolóba, és hát több száz autó ott áll, illetve nem tudom hány száz ember ott, olyan, mint valami fesztivál lenne, úgy néz ki az egész plac. Nem tudom, lehet, ez ők a románok, és nem engedik őket tovább, csak majd este. Nem nagyon vágom ezt, de elég furcsa volt. Igazából láttam, mikor kiterelik őket balra, meg ott a rendőrök ellenőrzik, aztán nem videóztam le, mert nem gondoltam, hogy őket kirakják a parkolóba. Azt, mikor jöttem át, akkor lehetett látni, hogy túl nagy parkoló tele van autókkal, meg piknikező emberekkel. Ennyi. Na, azon a skacuk, itt megy előttem a rendőr, ugye kiszedett. Évek ezelőtt vettem egy paprika sprét, vagy nem is paprika, egy, hát egy ilyen könygás sprét, vagy nem tudom mi a tököm, mert nem is foglalkoztam vele, már szerintem nem is jó. Hallod, megtalálta a táskámba, és azt mondta, hogy ez fegyvernek számít itt Németországban. Németországba.
ezért 300 euróra megbüntetett most. És most elvisz egy bank automatába, ahol 100 eurót kell levennem, és a maradék 200-at meg otthon kell odaadnom. Most bankautomatát keresünk éppen, mert az egyik, ahol voltunk, az nem engedett be az ajtó. Nem nyílott ki az ő kártyájukra sem. Hagyj be a körforgalomban, 300 euró, gyerekek. Köpni nyelni nem tudok, gyerekek, de komolyan mondom. Tehát az, hogy én vagyok az ellenség itt Németországban, mert van egy nem tudom hány éves spray a táskámban, hallod? Köpni nyelni nem tudok, és ez 300 euró, ami, hát barátok közt is, érted, ez nem kevés pénz. Úgyhogy én ezt most nem nagyon vágom, ezt, hogy miért volt, vagy ezt miért kell így csinálni. Nagyon melbevágott, és nagyon elszomorít, hogy ezt most ezt így csinálják. Kész vagyok teljesen, gyereke. Na jó reggelt kívánok, 19-e van. 7:08, ja, 7:40, hallod, nem térek magamhoz ezen a büntetésen, hogy gázspré miatt ennyire megbüntettek, vagy ennyire, de még az összeg, tehát még ha nem is lenne ennyi az összeg, akkor is nagyon bántana. De majd elmondom miért, elmegyek lerakodni aztán. Ja, Asfeldben vagyok, hogy hol, a tököm se tudja már. Ja, Asfeld. Na, menjünk rakodni. Leszette, csáó, ez se volt túl mosolygós kedvében, nem, egyszerűen gyerekek, rohan már, nem, gyerekek nem tudok, nem térek észhez, hogy ezt csinálta velem a rendőr ezért. 200 méter múlva, forduljon jobbra. Egyszerűen hihetetlen, komolyan. 7 éve, szerintem 6 éve ott van a táskámban ez a rohadt gázspré. Már lehet nem is jó. Már az is lehet, hogy nem jön ki belőle. Lejárt a szavatossága. És azért, mert van nálam egy ilyen 300 euró megbüntetni, felháborító. Hát rápihentem egy kicsit erre a stresszre. De az igazság, hogy nem tudtam nagyon megnyugodni, valahogy nem tudja befogadni a belsőm ezt, hogy ilyen eljárás alá vetettek engem. Oké, én aláírom, hogy mit lehet, meg mit nem, mi van szabály, meg mit nem, bár az is nagyon nagy kérdőjel, hogy én nekem, mint EU-s tagállamnak, ne kelljen már minden államról külön tudnom a törvényt, meg hogy mit, hol lehet, ha az egyik országban itt lehet, a másikban nem lehet, itt kérjek engedélyt, ott ne kérjek engedélyt, hát már álljon már meg a menet azért. Szóval másrészt meg, mint jogkövető állampolgár, ettől eltekintve, hogy van a táskámban egy ilyen szar, engem nagyon-nagyon megvisel, hogy úgy bánnak velem, és úgy büntetnek meg, mint valami tényleg irtózatos dolgot elkövettem volna Németország irányába, hogy valami közelenség lennék, és ezt így reagálják le. Nem beszélve arról, hogy akikkel meg kéne, azt ugye meg semmit nem tesznek ez ellen. Eltűrik, elnézik, beszélhetnék a migránsokról, vagy tököm tudja, mindegy. Szóval nagyon-nagyon megalázó. A másik meg az, hogy nagyon fáj, hogy én mint sofőr, nekem nincs olyan lehetőség, hogy megvédjem magam bármelyik országban, mert hogyha már ilyen van nálam, akkor én bűnöző vagyok majdnem. Azzal nem foglalkozik senki, és senki nekem eszébe, hogy én ülök ebbe a tetőautóban, és bármilyen atrocitás érhet engem, ami már ért is különben, pont ezért lett megvásárolva ez nagyon régen.
Én Franciaországban volt egy esetem, amikor egy csávó rám próbálkozott, vagy megtámadott, vagy mindegy, szóval, és akkor nem volt nekem, úgy voltam vele, hogy jó, akkor szerzek be egyet, hogy az bármikor, ha ott van kéznél, az jó. De mindegy, szóval, hogy én nem védhetem meg magam, teljesen felháborító, és egyszerűen nem tudom lenyelni ezt, hogy az én életem, mint egy sofőrnek az élete ennyire szart érjen, hogy a törvényhozók, a rendőrség, a törvénybetartatók, vagy nem tudom, senkinek nem jut eszébe, hogy vannak a sofőrök, akik tényleg ki vannak téve különböző atrocitásoknak, hülye embereknek, érted? Ott van, mondhatom azokat az embereket, furgonosokat, kamionosokat, akiknek elvették a kamionját, és utána azzal csináltak tömegbalesetet, terrortámadást. Azoknál se volt semmilyen lehetőség, hogy megvédjék, hogy az autót megvédjék, hogy saját magukat. Felháborít, esküszöm mondom, felháborít, és nagyon mélyen belé mi voltik. A másik, ez az összeg, hallod? 300 euró. Nagyon, nagyon komoly. Ilyenkor, most komolyan mondom, felmerül bennem, hogy abba hagyom a picsába az egészet. Tehát az, nincs mérlegen az, hogy egy sofőr mennyit keres, és ide bassza nekem az a majom rendőr, aki keres 2000 eurót, 300 eurós büntetést. Én elhiszem, hogy neki ez nem probléma, vagy nem, de hát azért álljon már meg a menet, hát nyilván ő is tudja, mindenki tudja, hogy Európa más országban mennyit keresnek, főleg Magyarországon. És pontosan ezért emelem fel a szavam mindig is, ezért nagyon-nagyon fáj, hogy ez a tető ország, amiben én élek, ez nem hajlandó, és nem tesz azért semmit, hogy európai szintű fizetéseket kapjunk mi Magyarországon, és itt van a példa, tessék, bejön egy ilyen büntetés, ami bármikor bejöhet okiratból, nem helyes kitöltéséből, gyorshajtásból, akármiből. Kapsz egy ilyen büntetést, hallod, elsiklik az egész család, basszus, 300 euró miatt, érted, 100 ezer forint. A 100 ezer forint nekem, érted, az sok, megmondom őszintén, mert a fizetésemhez képest. És én most azért dolgoztam, hogy kifizessek 100 ezer forintot a buzi Németországnak, aki szarba se veszi a magyar sofőr. De köszönhetem különben az én államomnak, vagy az én kormányomnak is, hogy ilyen gyűlölet van Magyarország felé. Ez is benne van különben, hogy ott van rajta a buzi H betű az autómon, és ha látjuk azt, hogy mit művel ez az ember az országgal, meg Európában, meg az EU-n belül, érted, és ha nem szeretnek minket, ezt le kell írni, el kell mondani, ez van. Nem akarom semmire ráfogni, csak ebben nagyon sok-sok minden van, ami nekem nagyon fáj. És egyedül itt ülök, és senki nem véd meg. Nem tudok senkihez fordulni. Nem kérhetek senkitől segítséget. Aki azt mondja, hogy ezt fizes ki, hát azt ki kell fizetni, húzza a vállát, hogy nem tett róla, ez a törvény. És akkor így jönnek a szálak. Nem lenne probléma, hogyha az én országomban annyit keresnék, mint Németországban, kifizetem, menjen a picsába, aztán kész, legközelebb nem rakok bele ilyen szart a táskámba, és akkor megyünk tovább. De nem borul meg a családi egyensúly, az anyagi egyensúly. Szóval bonthatnám össze-vissza az egészet. Mélyen, nagyon mélyen el vagyok keseredve, és nagyon-nagyon fáj ez, hogy igazából az, hogy ennyire semmibe vesznek, és hogy ennyit nem jelent mondjuk egy magyar sofőr itt az európai utakon, holott közben ennek a buzi Németországnak hozom a cuccát, abból él, ebből építkezik, ebből dőzsöl, amit a szerencsétlen kelet-európaiak összehordanak neki, majd ő hihetetlen vagyonra tesszelt ez miatt. És még engem, hallod, engem vagy a társaimat büntetik, és azt keresik, azt kutatják, hol tudják még jobban a sofőröket megbüntetni. Ha az autóval alszol, azért büntet meg. Ha rosszul húzod, vagy rosszul csinálod a papírját, azért büntet meg. Ha bemész a városba, azért büntet meg. Ha jár az autód, mert lemerült az akkumulátorod, azért büntet meg. Hallod? Kapja be mindenki a tökön. Itt vagyok a Lidl parkolóban, és gyorsan mutatok egyet, mert most itt van előttem egy példa, hogy milyen különbség van Magyarország és Németország között az állattartásban. Ha van egy kutyád, itt a példa arról, hogy hogyan kell csinálni.
itt a parkoló, és elnézem balra, itt látsz egy autót, aminek a csomagtartója nyitva van, és pedig azért, mert benne van a kutya egy szállító ketrezben, és fölnyitják a hátulját, hogy kapjon levegőt, ne érje hőhatás, hanem tudjon hűsölni, és ezért nem restek így hagyni az autót a németek. Ilyet szerintem én még nem látom Magyarországon, hogy valaki a parkolóban így hagyja az autóját azért, mert a kutyája benn van. Na, csak megszólalok. Nagy szomorúságomban, ugye a 300 eurós büntetést pihenve, eszembe jutott egy olyan dolog, hogy én Huawei telefont használok. Arra gondoltam, hogy bemutatom, vagy elmondom a véleményemet a Huawei telefonról, mert hogy én azt használok évek óta, és hát lőjetek agyon, vagy küldjetek el akárhova, de én azt kell, hogy mondjam, hogy icipici csalódás van bennem, de lehet, hogy én bennem van a hiba, ezt nem tudom, tehát nem tudom ezt az egész ilyen Huawei dolgot, amikor kijön egy újdonság, ezt nem tudom minek vélni, és mindjárt elmondom, hogy miért. Történt az, vagy az van, hogy én egy ilyen telefont használtam évekig, 4-5 évig, ez Huawei P9 Plus. Nagyon jól teszi a dolgát, és tette a dolgát a mai napig. Egyetlen egy hibája lett, amikor is elhatároztam, hogy cserét kell, vagy cserélni kellett, az az, hogy ha a hálózatra fölmentem, mobil internetre, elkezdett melegedni a telefon. De brutál módon, úgyhogy nagyon meleg volt. Ha wifi van, akkor nincs semmi problémája. Aztán eljött a pillanat, hogy cserélhetek, és egy nagyon kedves ismerősöm segítségével és közreműködésével hozzájuthattam, ezt így köszönöm szépen, szóval hozzájutottam egy P30 Pro telefonhoz. Szóval itt van mind a kettő a kezemben, ugye, ez is világít, ha minden igaz. Nem világít. Na, itt vannak. Szóval, össze kéne most hasonlítanom a két telefont. Én nagyon nagy vállalkozással vittem haza a telefont, és nagyon félve nyúltam hozzá, hogy mit fog produkálni ez az új szerkezet otthon nekem. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első 1-2 hét nyomkodás és próbálgatás és használat után egyetlen egy nagyon nagy kérdőjel, amit itt szoktam mutatni, jött föl nekem, az pedig az, hogy minek. Oké, értem, hogy a két telefon közötti kamera, így mutatom, bődületes különbséget mutat, tehát a 30-asan nagyon-nagyon szép képeket lehet csinálni, éjszaka, sötétben, nappal, brutál jó, de azt kell, hogy mondjam, a P9-nek sem volt olyan túl nagy problémája, hogyha nem vagy igazán profi fotós, tehát turisztikai vagy hobbi célra tökéletesen megfelel. Szóval ezen kívül, azt kell, hogy mondjam, a fotózáson kívül nem vettem észre különbséget. Szóval annyi, hogy ez ugye a 30-as ennyivel nagyobb a P9-nél, ez itt látszik a tetején, így mutatom, tehát körülbelül ennyivel nagyobb, így, és meg annyi, hogy most én nem tudok szakszavakat kifejezni, de hát ilyen le van gömbölyítve a képernyője, és nem tudom. Tehát a P30-nál még azt is hozzáteszem kapásból, hogy mikor kibontottam a dobozából, a P30-nak nem volt benne szilikon védőtok. A P9-hez adtak, és nagyon jól viselte, és nagyon sokáig védte a telefont. Ehhez nem adtak. Mi volt a legelső, amit csinálni kellett? Vennem kellett egy tokot hozzá, mert maga a telefon, de most tényleg lőjetek agyon, egyszerűen tok nélkül használhatatlan. Annyira csúszik az ember kezébe, egy kézzel lehetetlen volt használni, attól paráztam állandóan, hogy késik a kezembe. A babámmal egyszer beszéltem, még nem volt rajta tok, és úgy használtam a kezembe, hogy fölé álltam ott a
a bazár soron, a kosárnak, hogyha kiesnek az ember, akkor oda essen benne a földre. Brutál, nagyon idegesítő és nagyon mérges voltam erre. Aztán megvettem egy tokot, 10.000 forint egy gyerekek, 9.900 forint volt Veszprémben a Tesco-nál, van egy ilyen telefonos, ott vettem meg, illetve rendeltem Kínából is csak azért, de az még mire ideér, már előtte megrendeltem, de már nem volt türelmem kiválni, mert annyira ideges voltam, hogy nem tudom fogni a telefont és használni normálisan, ezért muszáj voltam megvenni ezt 10.000 forintért, de jön Kínából is egy másik, úgyhogy tele lesz egy P30 pluszos vagy mi pro tokokkal, de hát a tartalék az jó, ha van. Szóval ez már bosszantó volt, hogy nem volt gyárilag benne. Aztán ugye mind a kettő telefon új lenyomatolvasós. P30 Pro-nak itt van beépítve az új lenyomat olvasója. Ott látszik, nem tudom, mennyire látszik. Még egyszer kilépek. Várj egy picit. Na szóval itt van a... Bekapcsolom így, és akkor itt van, látod? Szóval ez így működik. A P9-nek meg a hátulján van egy ilyen fémszerkezetes új lenyomat olvasó. Azt kell, hogy mondjam, hogy a kettő között a különbség érezhető a P9 javára. Ez nekem soha nem produkált olyat, hogy nem nyitja ki új lenyomatra, mert csak akkor maximum, hogyha vizes volt az ujjam, vagy koszos. A P30-as az többször megcsinálja, hogy így hiába rakom rá az ujjam. Nem nyitja ki, aztán többször kell próbálkozni vele, illetve ugye arcfelismerő is van a P30-ban. Hát az teszi a dolgát nagyjából, az sem mindig, de azért sötétben mondjuk nem működik. De a használata, a programok, a felület, a benne a belsejébe bemész és kutakodsz, megnyitod a dolgokat, hát sokkal több funkciót és sokkal több lehetőséget én nem találok benne, mint a P9-ben, úgyhogy nekem ez a csalódás, hogy igazából olyan, mintha vettem volna egy P9-et felújítva, egy nagyobb képernyővel, egy kicsit dizájnosabb, egy kicsit modernebb, jobban működik, frissebb benne a szoftver, viszi jól a programokat, nincs elakadás, ugye a P9-nél azért már az idővel ez kialakult benne, hogy valamikor lefagy, már fotózásnál is volt, hogy megállt egy kicsit, volt olyan, hogy úgy maradt, fotóztam egyet, aztán úgy maradt a kép, aztán lefagyott a telefon. Szóval ilyeneket nyilván most a P30 nem csinál, vagy remélem, nem fog csinálni. Szóval ennyi igazából az előnye, hogy vagy úgy érzem, hogy x 100.000 forintért kaptam egy olyan telefont, amit évek óta használok, és hát semmiféle különbséget nem tudok benne. Ugye ugyanazokat a applikációkat, amiket használtam, azt átvittem a P30-ra, átmentettem úgy, ahogy volt, és úgy használom, mintha ez lenne. De hát nem tudom, gyerekek, komolyan mondom, olyan csalódás. Most lehet, hogy én bennem van a hiba, vagy én vártam más, de ez most akkor ez már többi telefonnál is így van. Tehát a Samsungoknál is, hogyha veszel egy újabb kiadást, akkor az ugyanaz, mintha megvenne egy régebbit. Vagy valaki mondja már akkor nekem, hogy a P30 Pro-ba a mi ez? A fotó, vagy a fényképezőgépen kívül. Van benne olyan plusz, amit én tudok használni. Egyedül van benne olyan applikációra telepítve a fotózásnál, hogy lefotózó valamit és megmondja, mi az, hogy hol lehet azt vásárolni. Ilyen van nekem a másik telefonomra, azt úgy töltöttem egy applikációt, ez a Lens nevezetű. Azon használtam, ezen van gyárilag, de semmi egyéb plusz én nem tudok felmutatni benne, és ez engem, megmondom ösztön, nagyon zavar, és teljesen olyan átcsesző érzése van, hogy itt jönnek a reklámok, nyomják, hú, itt az új 30 Pro, azt akkor mi van? A szebb képeket tudsz csinálni maximálisan, én ezt aláírom, meg a videók is lehet, hogy jobb minőségűek, de hát nem tudom, most akkor most telefont veszek, vagy fényképezőgépet. Nem tudom, össze vagyok zavarodva teljesen, tehát én ezt nem nagyon vágom ezeket a témákat, hogy milyen alapján, vagy merre halad ez a tudomány, de nekem, megmondom őszintén, tehát ez a most a két telefon, össze kell hasonlítanom, meg ezt most mutatom nektek, szóval én csalódtam. Nagyon jó, tehát nem mondom, hogy nem, tehát a másik is nagyon jó volt, a Huawei, nincs semmi bajom, nagyon jó, tetszik.
De nincs benne plusz, tehát semmi plusz nem kaptam x 100 000 forintért, nem tudom hány év különbsége, mint a P9-nél. És, de ha valaki tudja, hogy milyen, mi van még a 30-asban plusz, amit a régebbiekben nem volt, az mondja már el nekem. Nem is lehet bővíteni a telefont különben, tehát SD kártyát nem tudsz belerakni. Másikba lehetett. Na, szóval ennyi akkor. Ja, szuper töltés van a P30 Plus-on, vagy a Pro-n. Annyi, hogy hálózatról nagyon gyorsan feltölti az akkumulátorját. De aztán mondom, nem tudok különbséget. És még egy valami a P30 Pro-val kapcsolatosan. Nagyon nagy hátránya, főleg idősebb korosztálynak, akinek már nem túl jó a szeme, hogy az SMS-eket nem lehet felnagyítani. Ugye a P9-nél kaptam SMS-t, fogtam, ráhúztam szépen, és fölnagyította az SMS-t, tök jól láttam rajta, nagybetűk lettek. P30 Pro-nál ez nem lehetséges, semmit nem csinál. Kisbetűkkel átjön, aztán kész. Lehet az egész telefonon állítani a nagyságát a betűknek, de úgy értelen durva és nagyon csúnya lesz az egész, hogy ilyen nagy lóbetűk vannak mindenhol, de külön így az SMS-t azt nem lehet fölnagyítani, hogy megnyitod, fölhúzod, és akkor nagy lesz. Ez lesz, nem lesz. Na hát ennyi volt a high-tech rovatom innen Németországból, úgyhogy elnézést, hogy most feltartottak benneteket. A kérdésem az adódik, hogyha valaki tud ebbe segíteni, hogy hol keressem az újdonságot benne, vagy hol lelhető a telefonba, ami az előzőkben nem volt, akkor aztán ezt megköszönöm. Hát, ha meg nem tudsz rá választ, de viszont telefoncsere előtt állsz, akkor az legyen képbe, hogy ez így működik, hogy hát nagyon sok plusz nem fogsz találni benne. Annyi, hogy friss a szoftver benne, érted, hogy frissíti magát. A P9 már nem frissíti magát, azt hozzá kell tenni. Ja, arra már nem jön egy idő óta, de az a 30 az most folyamatosan frissítgeti magát, aztán nem tudom merre tart. Na, ennyi lett volna akkor. Oké, köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi. Aztán jöjjön egy is komment háború, azt mondja, írt nekem Forgács József, akit innen is üdvözlök, és köszönöm a hozzászólást, nem veszem negatívnak, és jó, ha ilyet meg tudunk beszélni, és szeretnék is beszélni róla. Azt írta nekem, hogy Cili, az a gond, hogy te vérből utálod a kamionosokat, egyben igazad van a magyar az egyik repülőn. Szóval, tehát az első mondatnak az első felére szeretnék reagálni, hogy én vérből utálom a kamionosokat. Nem. Maximálisan nem. Tehát, hogyha én negatívot mondok bármilyen kamionosról, az nem a kamionosoknak szól, vagy kamionos ellen, hanem az a sofőr ellen. És, de én ugyanúgy ezt szoktam mondani a tirpákparaszt furgonost, akit látom, hogyha eldobja a szemetét, vagy lehugyozza az autóját, vagy letapossa a növényt. Én ezeket el szoktam mutatni, vagy mondani, meg megmutatom. És hogyha látok kamionosnál ilyet, aki az úton garázdálkodik, azt is megmutatom. Tehát én nem, tényleg esküszöm nektek, hogy én bennem semmiféle antiszimpátia nincsen a kamionosokkal szemben. Persze van egy réteg, aki nagyon igénytelen, de ugyanez létezik a másik résznek, furgonosoknál, nézzétek meg a bolgárokat, vagy a románokat, de nem, jaj, nem is akarok népeket mondani, tehát mindenhol, mindegyik sofőr családból van igénytelen. Aztán, hogy a kamionosok felé billenjen a mérleg, azt még ráteszem, hogy én nagyon-nagyon becsülöm a kamionosokat, és nagyon tisztelem. Tudod miért? Azért, mert a kamionosok hihetetlenül feláldozzák az életüket az ő saját családjukért. Gondolj bele, hogy a kamionosnak nincsen túl nagy szabadsága, főleg az, aki nem visz magával biciklit, rollert vagy kis motort, hanem csak a fülkében éli életét, és egy parkolóban, ipari parkban és autópályákon
azért él így és ilyen szűk környezetben, és nem lát igazából a világból semmit, csak az autópályát, hogy az ő családjának jobb legyen az anyagi körülmények, tehát hogy több pénzt keressen. Ezért én úgy érzem, hogy feláldozza az életét valamilyen szinten, és én ezért maximálisan tisztelem a kamionosokat. Van persze, aki feltalálja magát, és betesz egy biciklit, és akkor elmegy a parkolóba, aztán bebringázik, vagy görkorcsolyázik, tehát ilyen is van, de a legtöbb módon ott éli az életét a parkolóban. És én ezeket hát egyre sajnálom is, mert hát nem lehet túl vidám az élet. Nyilván dolgozik, mint más, de hát nincs otthon a családdal, és ez mellett nem is lát semmit. Szóval tehát azt kérem tőletek, hogyha én negatívat mondok bárkiről, az ne az legyen, hogy én utálom. Nem, egyáltalán nem utálom őket, jó? Szóval nincs ilyen totális káosz bennem, hogy tűzzel, vassal írtom a kamionos népet, és rosszat mondok róla. Nem, én nekem vannak kamionos ismerőseim, nagyon jó fejek, és nagyon szeretjük egymást, remélem. És tényleg nincsen probléma. És meg is szoktak állítani engem kamionosok, és szoktunk beszélgetni, illetve örülnek nekem, aminek én örülök, úgyhogy én ezt nem éreztem, hogy utálnának, bár van, én emlékszem, persze volt, hogy beszóltam meg, tudod, ez a parkolási mizéria, ki hova állhat, kinek a helyére, tehát ez örök probléma lesz, de hát én nem is érdekel engem, szóval mindegy, én nem utálok senkit, komolyan mondom, oké? Mindenkit szeretek, egyen ranguként, és mindenkinek azt kívánom, hogy vigyázzon az úton, és ne legyen semmiféle problémája az úton, oké? Okay? Ja, na úgy, mint nekem, 300 euróval megbüntettek, nem megy ki a fejemből. Aztán jön a következő, ami zsigerből akar leoltani engem. Te, jól látom, hogy nincsen még egy kutyaol se a kocsi tetején. Szóval gyakorlatilag az anyósülésre bevaszkolva kell, hogy aludjál kitekeredve napokig. Hát nem. Hát ember, hát hogy lenne már kutya az autómon? Hát zárt dobozos autóval járok, nem tudnak rárakni, nem illik. Vagy hogy mondjam, hát nem tudnak rárakni kutyaollat, csak ponyvásra használnak kutyaollat. Amúgy meg, ha ide benézel most mögém, az ott az ágyikom, látod? Látszik innen az ülések mögött, ki van vágva a hely, ott van, kicsit rumli van most, de megmutatom, már pedig már volt videóban. Szóval itt alszom az ülések mögött, oda föl kell mászni, és akkor ott van egy beépített ágy. Kutya ol. Nem értem. Várjál, bekapcsoltam a rádiót. Véletlenül. Na. Szóval... Gyerekek! Nincs kutya ól, hát hogy lenne már dobozosan? Aztán Zsolti írja, Kalmár Zsolti, hogy Szili, mostában nagyon el vagy kenődve, ne idegeskedj, talál valami jó stresszoldó cselekményt. Nem vagyok elkenődve, a mai napon el vagyok a 300 eurós büntetés miatt, amit éjjel kaptam, hogy hajnalban, de amúgy nem vagyok tényleg elkenődve, néha elmegy a kedvem az egésztől, főleg ilyenkor a büntetés után érzem azt, hogy abba hagyom az egészet, és ennek nincs értelme, hogy ezért dolgozzak, hogy elvegye a rendőrség a pénzemet egy buziság miatt, de komolyan, tehát nem érzem magam bűnözőnek, hogy ezt érdemelném. Na mindegy, ezt már elmondtam. Szóval, mi volt? Ne idegeskedjek. Alapból különben tényleg ideges vagyok a közlekedésben, hogyha valamit azt látok, nem nagyon tűröm, vagy nem, nagyon nehezen tűröm a dugókat, például Németországban, vagy ha nem halad a dolog. De amúgy meg úgy nem vagyok ideges, vagy nem vagyok elkenődve, tehát igazából nem kell semmiféle stresszoldót keresnem, ami oldja, lehet, hogy ez így látszik, de hát csinálom a dolgom, mondják A-ból B-be menjek, aztán ennyi. Vannak olyan részek, ami ilyen kis show jellegűek, hogy kicsit vidámabb legyen a műsor, vagy szomorúbb, tehát ezek benne vannak. Nem, nincs velem sem probléma így különben, tehát jól vagyok, köszönöm, tehát nincs tényleg sem probléma. És köszönöm a kommentet is. Ünnepnap van, gyerekek, itt Németországban. Christi Himmelfahrt. A mai séta Alsfeld városka, ami egy középkori kisváros. Hallod, ezt nézd, milyen aranyos. Nagyon durva.